Szervusztok! Ma ismét egy unboxing videót fogunk nektek bemutatni. Mégpedig úgy, hogy ez egy olyan termékről van szó, ami egy prototípus. Ugye azért azt elmondhatjuk, hogy fűrészmániaként most már azt is elmondhatjuk, hogy évek óta az Oleomag partnereként mi az Oleomag termékekkel kapcsolatosan vannak bemutatóink, tehát mi a fűrészmánia keretein, filmjei keretein belül mi javarészt az Oleomag újdonságairól és a nem túl újdonságairól, hanem régiségeiről is tartunk bemutatókat, valamint jelen esetben is mondjuk egy prototípus gamma machine. Az azt jelenti, hogy ugye van az alfa, beta, gamma, tehát akkor ez a harmadik prototípus, tehát ez az, amit már ki lehet majd bontani és ki lehet próbálni, mondjuk így. Nem a fűk, a szezon van már, de még azért van mit befejezni, fűkaszálni, nincs is ezzel gond. Inkább ezt azért mutatom meg, mert ez most kaptuk meg, nemrég, és ez egy BC-H250T típusú fűkasza. Ugye külön van a szár, és külön van a motor. Ugyanúgy, mint a BCH400-nál. Tehát valószínűleg ez ilyen csomagolási költséghatékonyságból, vagy pedig nem pont ugyanarról a helyről érkezik a szár, mint maga a motor. Nem tudom, de egy biztos, hogy most meg elképzelsz egy ilyen polcot teli ezekkel a dobozokkal, ebből több elfér, mint egy ilyen ebből a hosszúkás srék dobozból. Nem tudom, ez csak most a saját logikám. Tehát a lényeg az, hogy ugye mi fűrészmániaként az Oleomag, mondhatni most már több prototípusát is bemutattuk, sőt, én büszkén merem mondani, én büszke vagyok rá, meg szerintem az Attila is, meg a Gabi is, meg a Norbi is, aki ebbe aktívan részt vett, amikor az FKO MTH-k megérkeztek Magyarországra, azokat mi mutattuk be először, ugyanígy, mint az Oleomag GSH sorozatot is mi mutattuk be először. Én erre büszke vagyok, hogy ezt is mi fogjuk tudni megnézni először. Na nézzük meg, hogy mit rejt a doboz. Fölteszem állványra a kamerát, és megnézzük, jó? Szóval, lesz egy dobozbontás. Ötlik, egy külön fellelhető. Hoppá, nincs is annyira külön gázkar. Valamint itt egy szórásvédő, hámmal, valamint egy damil fejjel. Mindjárt meg is nézzük, és itt van a lényeg, elrejtve. Mi van még itt benn? Hoppá! Külön föl lehet matricálni, illetve fel is kell matricálni. Ilyen esetekben a dobozba azért bele szoktam nézni, hogy nincsen életem, amikben valami, mert már jártunk, úgyhogy kidobtunk 3 Na, így néz ki. Oleomag BCH250. Ugye a T itt nem szerepel, a T az azt jelenti, hogy T alakú kormány, illetve kezelő kar. Ugye ekkora kis impozáns kis motor. Most majd sokan meg fognak sziszteni, nézd csak, mi van ideírva? Not for sale or rent. Aki beszél angolul, az azt jelenti, aki aki nem beszél, annak mondanám, én sem beszélek egyébként, csak azért egy pár szót azért tudok. Not for sale, hogy nem eladásra, or rent, hogy nem bérbeadásra. Tehát eladásra és bérbeadásra nem. Tehát ez a matrica szokott rajta lenni az ilyen prototípus gépeken. Ugyanígy volt a BCH400-al is, amit mi üzemeltünk be először. Ha jól emlékszem a Katica bácsival. Tehát most van, aki majd erre azt fogja mondani, hogy ez mennyire kínai, meg mennyire izé. Hát most ez, gyerekek, ez most már mondom. Tehát ez nem titok, meg ez nem izé, halandzsa, meg nem ámítás és bámítás, hogy ez az Oleomag
kínai üzemeiben készült fűkasza motor, mégpedig azért, hogy a felhasználó olcsón tudjon egy megbízható gépet 2 év garanciával vásárolni. Az Oleomag az nem fogja adni a nevét olyanhoz, ami hulladék lenne, de emellett ugye az Oleomag nagyon sok komolyabbnál komolyabb fűkasszával tudja ellátni az igényeket. Ő egy belépő kasza. Ha jól tudom, olyan 40 és 50 ezer forint között lesz. Mindenhol rajta van az évszám, a jelzés, valamint nem tudom majd megmutatni, mert azért ez fontos, hogy én most kapásból kiszúrtam. Hol vagy? Itt az ötvényházon, ott van az EMAK logó. Nézzük már meg közelebbről egy kicsit. Miért nem? Turzsamentes kipufogó. Én úgy tudom egyébként ezekről, hogy ezekről a gépekről, tehát a BCH, vagy pedig a GSH modellekről, én úgy tudom, hogy ezeknek a henger és dugattyú párosa, ezek EMAK termékek, EMAK fejlesztés, valamint a többi más, az pedig ilyen kínai gyártó üzemben készül. Tehát ettől lesz költséghatékony a gyártás. Tehát most a BC, amiben H betű ott van, tehát a BCH vagy a GSH sorozatnál ne gondolkodjunk azon, hogy itt most hiperminőség lesz, hanem itt az van, hogy olcsón adnak megbízható minőséget, ám de lehet, hogy nem olyan kifinomult technikát, vagy nem olyan kényelmes technikát, de megbízható minőséget adnak a felhasználónak olcsón. Itt erről van szó. És úgy, hogy egy komoly márka hátterével. Na, most ezt megpróbáljuk összeszerelni, jó? Ugye minden készletben van összeszerelési eszközök, de én hogyha már itt van a szerszámos ládám, akkor megpróbálok abból építkezni. Na, folytatjuk innen, jó? Na, lássuk akkor. Ez valószínűleg a szárra fog felkerülni. Nézzük ezt a csomagot. Mit rejt? Nem akarok semmit se elválni. Volt már olyan egyébként, hogy megérkezett tömítéskészlet szereléshez, és akkor simán egy ilyen mozdulattal késsel elvágtam, úgyhogy ezt most nem szeretnék. Most olyan dolgot vágjuk el, ami nem kellene. Itt van egy szórásvédő hozzá. Nem ez a legkifinomultabb, abba biztosak lehettek. De ne is gondoljuk azt, hogy úgy. Most ennyi pénzért valaki jött. Most itt a ilyen összeszerelési segédlet van. Ez azt sem mondom, hogy úgy mutató, mert csak pár kép van. Igen. Ezt pedig azért küldték, hogy bontsatok pesgőt. Nem, egyébként ez keverő edény. Én enélkül keverem, aki akarja keverje, én nem keverem ebből. Nem tudom, hogy ez nálam milyen hasznot fog betölteni. Két oldali a kormány, tehát két részből áll. Van egy itt. Van hozzá egy oldalas hám. Engedjétek meg majd, hogyha kaszálok én ezzel a géppel, akkor majd a saját hámommal, professzionális hámommal szeretném használni, mert nemrég becsipődött a derekam, nem szeretnék most ezen nyűgölni. Itt van hozzá egy ilyen összeszereléshez alkalmas készlet. Két imbuszkulcs van, meg egy gyertyakulcs, illetve kompulcs. Valamint itt van néhány csavar. Ezt feltételezem, ez a szárnak a van. És van itt egy számomra, eddig még nem látott Tamil fej. Ez a Tap & Go. Nem tudom, hogy ez mit akar. Tapízd le és akkor go, de majd utána nézzük. Italian design, rá van írva. VA protection when using, az azt jelenti, hogy szemvédelem szükséges használatokon.
maximum 10.000-es fordulatszám per percenként. És ezen is ott van az EMAC logó. Nem tudom, hogy ez mond-e valakinek valamit. Én speciál ezt nem ismerem, de majd ezt megnézzük. Megnézzük, hogy van ebben a hosszú dobozba, de sejthető, hogy ebből a hűkaszának lesz a szára. Szélen elvinni őket. Így néz ki a szár. Szökhajtás. Pofa. Felfogatás. Ez egy lényeges pontja a fűkaszáknak, hogy milyen itt a markolat rögzítését befogadó markolat rész. És akkor itt van a kukluk harangja neki. Ebbe van benne a szár, ami meghajtja a szökhajtást. Megnézzük, hogy hajtja vagy sem. Hajtja. Na, így néz ki akkor a szár. Mivel kezd? Értelemszerűen én a szökhajtást kezdeni. Szórás védővel kezdeni, mert gyönyörűen hozzá lehet férni. De milyen jó, hogy már előre bemondok. Rakva ide a csavarok. És itt meg úgy van, hogy a műanyagba, tehát a szórásvédő tartó konzoljába, a műanyagba, fémbe ülve van a menet. Úgy mutatni tényleg, hogy látszódjon az összeszerelés. Lehet egy kicsit rázumolunk. Állítunk a kamerát. Nézzük. Összeszerelést. Egy folyamatot. Nem hozom le egyiket, csak fenéki. És nincsen végig bekapatva minden csavar, akik feszülünk. Annak ellenére egyébként van, akinek nehézséget okoz egy nem volna semmiféle érdemes senkinek se a tudását illetően. Csak hát egyszerűen nem mindenki annyira műszaki ember, hogy most ilyeneket összeszereljen. Amúgy reméljük, hogy jól hallatszok, amit mondok. Már közel megyünk a kamerát, és nem zúgolok. Talán hallható is lesz, amit mondok. Megpróbálok nem zoomolni, hanem közelebb raktam a kamerát. Na, ez meg húzva. Ez így meg van húzva. Így néz ki akkor a maga szár. Most értelemszerűen én a motort pakolnám rá föl. Még hozzá így ebbe a stációba. Hogy? Megfogom a motort. Mutatni, ez így néz ki. Ez így fog ide kerülni, így néz. Ugye most még elforog rajta, itt van hozzá négy csavar. Elég megkeresem a megfelelő kulcsomat.
van. Így néz ki a csavar. Alát itt rá kell tűzni mindegyikre. Egy, kettő, három és négy. És már hajtjuk is bele. Átfordítom a kamerát. Szóval. Itt is az lesz, hogy az egyik csavart belekapatjuk egyszer. Elhagyjuk menetbe. Kérni. Következő. Ezeket még nem húzom le. Nincsenek még megfeszítve. Nem csak belekaphatom őket. Amúgy, erről a gépről, gépkönyvet még nem találtam, nem tudom, hogy ez prototípus. Azt tudni kell róla, hogy ez 1,2 lóerős, ami minden igaz. Ez így a spártát még ott kiváltani, de nem. De ezt ne úgy képzelj el az ember, hogy a spárta most akkor, akkor ez nem lesz gyártásba, hanem a spártának megegyező paraméterekkel, ám de kevésbé kifinomult paraméterekkel rendelkező gépet kínálnak olcsóbban azoknak, akik árérzékenyebbek. Most ezt megint mindenki úgy próbálja érteni, ahogy kell. Azaz, aki olcsón akar kompromisszumokkal jó fűkaszát, azoknak készül ez. Addig. Na, így néz ki a gépünk. Akkor azért van benne. Na, visszafordítom a kamerát. Nézd ki a másik kar. Még ez a két darabból álló kar nekem sose volt szimpatikus, de a gyártók tudják, hogy ezt miért gondolják. Ez jó nap, mindenki van. Ezt mindenki, minden gyártó maga tudja. Ezt nem tudom, hogy ez miért költséghatár. Tényleg az lehet, hogy a csomagolás miatt? Tényleg az, hogy könnyebben ide ér, ez most így mondom nektek a távol kelet, könnyebben ide ér a csomagban, hogy egy ekkora dobozba bele tud férni fele, a másik fele meg egy hosszúkás dobozba. Nem tudom. Hát ez mindenki gondolkodjon el rajta. Ugye itt eleve az a vizében, nem így felítve bele, hogy megjelölöm a kezem mellékezetben. Így né. A másik fele koppanásig, az ütközésig. Így né. Meg is vagyunk. Kicsit megtudom, hogy be lehessen állítani. Csak annyira, hogy a két különálló kormányszarvat sokkal nehezebb állítani, mert eleve párhuzamosan kell, tehát fusson egymásra kettő, és akkor még be is kellene állítani készhez. Én most azt mondom nektek, hogy tapasztalat egy kicsit előre dől, így kb. És most így fogom beállítani, aztán majd a későbbiekben finoman lehet állítani, kinek, hogyan, az embernek a tulajdonsága miatt készítsz el állítani, magassága, szélessége, az embernek a magassága, szélessége. Számomra az intelligencia hányadosa, mert az itt nem mérvaló, de kényelmi funkciókról beszélünk. Be van állítani. Van, kapunk ott egy ilyet, ahova bárhol föl lehet pattintani, mondjuk pattintsuk föl ide magunknak. Ez ugye megvezet itt a jó lesz, ez szépen lazán. És van. Most tegyünk rá egy fejet, ha már össze akarjuk pakolni a gépet. Ezt is mindjárt kamerába. Nagyon egyszerűen lehet ezt levenni. Itt van egy lyuk,
ahol bedugunk egy eszközt, valamit, amihez oda tekerjük szekhajtásunknak a másik lyukját. Mindjárt megpróbálom megmutatni, hogy látsz, hogy ugye ez a késhez való. Ez a késhez való szorító, meg ez így való a késhez. Ezt most mi alá tesszük, és így felhajtjuk rá a kitámasztott szökhajtásnál, így, ellenkező irányba, oda mint fejez. Így. Szépen ráhúzzuk, nem kell megtépni, de legyen ráhúzva, és fönn is van. Jó, na, megyünk tovább. Így néz ki a géptest, tök egyszerű berántó, egyszerű szivatókkal, így van lezárva, gondolom én. A jelek is azt mutatják, nem, így van szivató, így van nyitva, így van szivató, így zárja. Nézzük be a légszűrőbe, mert azért azt tudom, azt nekem mondta a hazai forgalmazó, hogy ugye mivel ez prototípus, ebben még nem az a fajta szűrő van, amit szeretne az Oleum akkor később ebből beletenni. Nézzük meg, hogy egyáltalán mi van benne. Ja, ebben jelenleg egy szivas légszűrő van. Az információt kaptam, hogy ebben majd ez a papír tükrös légszűrő lesz. Tehát most lehet látni, hogy a szivató az hogy működik. Úgy működik a szivató, hogy benzinbe dús keveréket szív be a hengerbe. De hogyan tud benzinbe dús keveréket beszívni, úgyhogy elzárjuk a levegő útját. Tehát a szívó hatás az benzinben több gazdagabb keveréket szív be. Tehát így van a szivató, amikor felfele húzzuk. Tehát most ebben a prototípusban még szíves légszűrő van, de a későbbiekben ebben papír tükrös, vagy nem is tudom minek hívják, légszűrő lesz. Nem akarok hülyeséget mondani, bár sokszor megmondják, hogy egy hülyeséget mondok. Megpróbálom úgy kifejezni magamat, ahogy hétköznapi ember fejezi ki magát, mert nem vagyok se mérnök, se műszaki ember, se pedig szerelő, se gépszerelő. Egyszerűen csak egy fűrészmánia tag vagyok. Na, megnézzük ezt a dolgot. Itt van egy ilyen totálisan leburkolt gyertya pipa védő. Megnézzük, hogy itt ez mit rejt itt a csavar alatt. Hát igen, itt van a gyertya pipa. Le van védve a rendszer. Nem tud nekiütőd semminek se. Érdekessége dologba, ezt nem győzem a hangsúlyozni, és ezt sokan meg majd oda fogják írni a film alá, hogy már megint csak szajkózom a saját marhaságaimat, ezért ezt el szeretném mondani, mert nem győzöm hangsúlyozni, hogy mi fűrészmániaként a saját gépeinkbe kifejezetten az általunk használt keveréket tesszük bele. Az általunk ajánlott és az RS Oil által ajánlott 2T adalékot használ. De a legfontosabb ebbe a sztoriba, hogy garanciális vásárlás esetén félreértések elkerülése véget mindenki tegye bele a gyár által előírt, forgalmazó által meghatározott minőségi vagy meghatározott típusú adalékot. Mi azért tesszük ezt bele, két okból is, mert egyrészt már vakon megbízok ebben az adalékba, másrészt meg azért, mert ez a gép ez egy prototípus. Tehát, de ennek ellenére ezt én ezt elmerem mondani, hogy nekünk az összes gépünk ezzel az adalékkal működik, és soha semmiféle probléma nem volt. 1.50-ben van bekeverve, tehát ne, azért, mert most új a gép, nem kell 1.25-ben, meg 1.30-ben, hogy tököm tudja miben. 1.40-nél dúsabb keveréket még soha nem használtunk, még az ilyen veterán gépeinkben sem. Kicsit a kupakja lehetne kicsit kifinomultabb, mert azért tudjuk, hogy a Oleumoknak azért vannak igényesebb kupakja is. Beindítsuk? Indítsuk be.
Na, nézzük egy indítást. Ez a primer pumpája, az is van neki, itt van az a primer pumpája. Mondjuk ez nagyon el van dugva, de a saját gépét az ember, hogyha majd megismeri, akkor tudni fogja. Meg primer pumpájuk. A primer pumpának az a lényeg, hogy átjárja a karburátorhoz az üzemanyag. Oké. Egyszer szivatóra tesszük. Kapcsoljuk ki a gyújtásállást. Mivel beteszik itt át. Én azt mondom, hogy harmadik a böffent. Finom kis táncot jár. Gép. Mindjárt megkeresem hozzá a hámot, kicsit bemelegítjük. Na hát aztán a másik az, hogy a bejáratás. Gyerekek, a bejáratás. Mindenki kényes a bejáratásra. Én mindig úgy szoktam a bejáratást üzemmelegre. Melegítem a gépet. Nagyon szép hangja van egyébként. Üzemmelegre járatom a gépet egy kicsit, és utána már dolgozik is vele. De természetesen nem maximális terheléssel, ami kifér a csövön, hanem ésszel normális. Na, innen folytatjuk, bemelegítjük és kaszálunk egyet. Thank you.
Oleon Mach BCH250 prototípus. Üzemel, megy, dolgozik. Amit elsőre észre lehet venni, ez nem egy gigászi erőgép, de kaszálni lehet vele. Ami számomra feltűnő, az az, hogy a BCH mi voltjához képest, tehát az, hogy ez egy ilyen alacsony költségvetésű és olcsó kategóriájú, belépő kategóriájú fűkasza, kevésbé rezeg úgy, mint a nagyobb tesója, a BCH 400-as, de ez egyértelműen én arra tudnám fogni, hogy itt kisebb a löketérfogat, itt kisebb a maga az a gép által kibocsátott, eleve motor által kibocsátott rezgés, mint a nagyobb tesójánál. Érezni, hogy melegszik, hát ugye ennek kell egy jó pár tank, míg bejáratódik. Hát ugye a kezelőszervek azok nagyon puritánok, nagyon egyszerűek, ami elsőre szembe tűnik, ez a felső gázkar biztosító retesz. Ez nekem baromira nem tetszik, nagyon rossz a fogása, de kesztyűben meg lehet szokni. Hát ugye, igen, hogyha komolyabb kezelőszerveket pakoltak volna erre a gépre, akkor már nem ez a olcsó belépő kategóriájú lenne. Ugye ez jövő év tavaszától lesz forgalomban, illetve megvásárolható. Ez csak egy kis ötlet annak, aki tavaszra szeretne fűkasszát, belépő kategóriájú fűkasszát ház körül vásárolni. Tehát félre ne ér senki, én nem ajánlgatni akarom, mert más is megkaptam, hogy én mit ajánlgatok, nem ajánlgatok, én bemutatom. Bemutatom azt, amit be tudok mutatni, amiben én kompetens vagyok, azt tudom bemutatni, és azt akarom bemutatni. Tehát én bemutatom azt, hogy ez a gép, ez ha valaki ilyenbe gondolkodik, egy 40-50 ezer forint kategóriájú fűkasszában, én azt gondolnám, hogy az Oleon Mach már évtizedek óta azért a neve az garantálja azt, hogy nem egy hulladék gépről van szó. Évtizedek óta megpróbál az Oleon Mach olcsóbban kerti gépeket rendelkezésre bocsájtani. Hát van valahol itt egy, ez nem is egy, nagyon sok zöld hulladék van a lencsén. Tehát az Oleon Mach már évtizedek óta megpróbál olcsó gépeket rendelkezésre bocsájtani a felhasználóknak. Megfelelő minőségben, én azt gondolom, hogy ezzel a géppel se lesz gond. Masszívak a burkolati elemei, lehet látni, hogy ezek masszívak. Hogyha a motor és a szár, meg a szeghajtás, a szökhajtás bírja a strapát, akkor ez egy nagyon jó ház körüli gép. Hát ugye Spárta 250-es vetélytársaként, teljesítménybeli és felépítésbeli vetélytársaként van ez a gép számon tartva. Én azt gondolom, hogy szerintem ez a gép azt hozni fogja, de majd meglátjuk hosszú távon. De hát most ugye a GSH 510, 560 láncfűrész sem vallott kudarcot, valamint a BCH 400-as sem vallott kudarcot. Én úgy bízok abban, hogy a BCH 250-es sem fog kudarcot vallani. Tehát ő megfizethető áron egy egyszerűbb felépítésű, puritánabb, nyersebb fűkasszával lehet dolgunk, de mindenki döntse el maga. Tehát felnőtt emberek vagyunk, mindenki döntse el, hogy mit vesz. Ez a film se arról szól, hogy vegyétek ezt meg, hanem be lehet mutatni, meg lehet nézni, hogy ilyen is van. Tehát van ezer és ezer másféle, de ez is van, és ez is játszik, ez is megvásárolható lesz jövő évtől, úgyhogy aki gondolja, az nézze meg. Egy picit lehetett volna hosszabb ez a cső, talán egy picit. Úgy emlékszem, hogy a meleg egyébként. Az Oleon Mach kaszáján egy kiér a burkolaton kívülre, de majd ezt meg fogom nézni. Lehet, hogy hülyeséget mondok, de mindegy is. Meg nekem azt tetszik benne, hogy nem üvölt, mint egy ökör. Tehát azért még fülvédő nélkül is élvezhető a hangja. Nem sokkal hangosabb, mint hogy egy elektromossal vágnak. Tehát nyugodtan tudtam volna mellette beszélgetni a filmbe, miközben kaszáltam. Meg ugye hát a BC550-hez képest, mert ugye én azt használom többet, ahhoz képest ez egy nagyon-nagyon pehely súlyú gép. Hát ugye az adatokat az mindenki nézze meg magának, aki a súlyon akar fennakarni, de hát ez tényleg egy kis finomság. Na jó van. Hát akkor ez ennyi lett volna. Úgyhogy akkor szavaztok.